Danny Perkin, Bartóc Attila. Gathering Marbet, Makai Andrea. Az ördög csábítása. Was soll das heißen? Bertha von Berlin. Ja? Der Führer ist tot. Wie? Mit seiner eigenen Hand. Und die anderen? Das ist alle die Information, die ich habe, Herr Kommandant. Die Leitungen sind tot. Sie sagen, Sie wussten, was zu tun wäre, Herr Kommandant. Der Augenblick ist gekommen. Ich hoffe, die Präparationen sind fertig. Mr. Connors, engedje meg, hogy megkockáztassak egy szerény észrevételt. Nyomatékkal felkérném, hogy állóképességi edzéseit inkább a szabadban végezze, mint ezekben a felszentelt tantermekben. Elnézést, tanár úr. Mr. Connors, ha megkérhetném... Thank you.
Szia, Darrow, mi a pálya? Én csak Jeffrey és pajtás. Mit csinálsz ma este? Püfölöm a zsákot, aztán futok. Hát akkor nem találkozunk. A bátyám eltörte a karját, és be kell ugranom helyette. Nehéz meccsem lesz volna. És miért hajtasz ennyire? Ezt hogy érted? Nem is tudtam, hogy Darrow ilyen segítőkész fickó lett. Akkor edzés után. Mi a fele van veled, Jeff? Két hét edzés után egyre romlik a formád. Használd már a bal kezedet! Ólomból van a jobb kezed, emeld már fel! A fejedet meg hasd már le! Seattle-be készülsz a nemzeti bajnokságra! Üsd már meg az edzségét! Gyönyörű! Gyönyörű! Na végre, elkaptad már! Hé, cowboy, már nem is köszönsz öreg barátaidnak. Én nem látok itt egy barátot sem. Hallod, Sly? Úgy tűnik, a kisfiú nem szeret minket. Én mindjárt sírva fakadok. Így van ez. Egyszer kinyomtatták a nevét, és a fejébe száll a dicsőség. Adjak egy jó tanácsot, Lyle. Mibe kerül ez nekem? Előbb figyelmeztessél, mielőtt bekavarsz. Hé, nem én írom a szabályokat, cowboy. Ne engem hibáztas, mert a vénpiás anyád nem tudja időben fizetni a számlákat. És még valamit, Connors. Ezerszer megmondtam már, hogy ne bömböltesd azt az esőcsináló zenédet. Értem, uram. Ó, Jeffrey, már itt is vagy. Mr. Schneider vacsorája a sütőbe melegszik. Megtennéd, hogy felviszed helyettem? Ma reggel kirúgták az egyik lányt, úgyhogy két műszakot kell vállalnom. És útközben még harisnyát is veszem. Ne aggódj, felviszem. Kösz, kicsim, és jól viseld magad. Mr. Snyder! Gyere be, Jeffrey! Dankeschön, Jeffrey! Jó étvágyat, uram! Dankeschön! Hát csak ez a kis meleg étel tart életben. Nekem már nincs sok időm. Az éhes ember messzebbre lát a jó lakottnál. Hát, ha ez igaz, akkor tudja, mit lépek. Régóta áll függőben a játszma. Nem az a lényeg, fiam, nem az a lényeg. Félek tőle, hogy most egészen másmilyen játszma vár rám. Azt mondják, Jeffrey, hogy az ember az egyetlen élő lény, aki képes eltöprengeni a halálon. És az egyetlen élő lény, aki nem fogadja el a halál véglegességét. Ne hívjak egy orvost. Na is, papot. Épp elég penitencia rám nézve az, hogy még tudok gondolkodni. Ha már nem leszek az élők sorában, szeretném, ha ezt felnyitnád.
that you hurt. Don't just dig and I'm knocking on your nerves. Boom, down and old, come and think. My flavor's strong like... Akkor rögtön térjünk is rá arra, hogy milyen csodás tudomány a genetika. Lássuk, mire emlékszünk tegnapról. Ki tudja megmondani, hogy az általunk meghatározott és alaposan megfigyelt fenotípus mikor homozigóta és mikor heterozigóta? Á, Mr. Foster! Csak nem jelentkezni óhajtott, hogy választ adjon? Nem, uram. Értem. Miss Townsend? Ahhoz, hogy pontosan determinálhassuk, hogy a domináns homo vagy hetero, kereszteznünk kell egy látenst. De ezt a látenst én is szívesen kereszteztem. Ha a vizsgálat eredménye látens, akkor az ismeretlen heterozigóta volt. Ha a vizsgálat egyik eredménye sem látens, akkor az ismeretlen valószínűleg tiszta. Dexter megindul Fordonnal szemben. Már csak 8 másodperc. Ránéz Porterre. Egy kicsit tanácstalan, de tovább vezeti a labdát, és egy gyönyörű csel után zsákol! Második világháború vége után is igen sok titokra derülhet fény egy nyomozás kapcsán. Ki gondolná, hogy napjaink Amerikájában már... Már semmit sem tehettünk érte, fiam. Egy olyan emberen nem lehet segíteni, aki maga sem akarja. Hogy felülvizsgáljanak egy olyan ügyet, amelyről mindenki azt gondolná, hogy a második világháború végében lezárul. A világon számtalan ilyen rég elfeledett, a második világháború náci kegyetlenkedéseivel kapcsolatos ügy kerül napvilágra. A 82 éves férfi, aki a napokban hunyt el városunkban, az osztrák születési Rolf Schneider volt. De a rendőrségi nyomozás felderítette, hogy azonos a volt náci Rudolf Schneiderrel. Schneider brilliáns matematikus és filozófus volt, aki a II. Világháború alatt Hitler retteget gestapójának titkosítási főnöke lett. Feltételezték, hogy a háború végén életét vesztette. Schneider utoljára Heinrich Müller gestapó főnökkel látták, és valószínűsíthető, hogy egy hatalmas aranykészlet elrejtésén fáradoztak. A készlet az ördög csábítása nevet viselte. Vésztartalékként arra kívánták felhasználni, hogy Hitler retteget SS tisztjei a háború végén új életet kezdjenek. Thank you.
Na mondjad. Azt hiszed, piszakul okos vagy. És ha igen? Kit érdekel? Németül is tudsz? Igen. És? Lefordítanád? Miből gondolod, hogy le akarom? Szállj már le a létráról, csak egy kis szívességet kérek. Na jó. Az van ideírva, hogy mindig jó játékos voltál. Próbáld ezt megfejteni. Ez az! Most minek örülsz? Tudtam, hogy erről lesz szó. Miről van szó? Azt hiszem, beletenyereltem valami nagy buliba. Mit zagyvász itt össze? Nem tudom, hogy kezdjem el, de valami olyasmihez jutottam, ami hihetetlen, de van egy kis problémám. Kéne egy kis segítség, egy koponya kéne. És mit akarsz ezzel mondani? Most megmutathatod, hogy milyen okos vagy. Jól van, nagy menő. Tudod, hol lakom? A felhőkben? 221 Hand Club Road. Látogass meg este felé. Úgy 8 körül. Máskor nem érek rá. Segíthetek, fiam? Igen, uram. Tulajdonképpen Carrie... Caroline-hoz jöttem. Kerülj beljebb. Ott talál. Itt vagyok. Na, mi az a nagy sötét titok, amit nappal még elsusogni sem mertél? Ne kérdezd, hogy jutottam hozzá. Csak nézd meg, és mondd meg, mi jut erről eszedbe. Titkos írás. Legalábbis ez a kettő, ez pedig egy térképnek tűnik. Tavaly nyáron elvégeztem egy valószínűségszámítási kurzust, ilyesmikkel is foglalkoztunk. Ezt úgy hívják, hogy transzpozíciós rejtjel. Arról van szó, hogy van itt egy üzenet, ami... Lássuk csak. 72 betűből áll. Amikor egy üzenet ilyen transzpozícióban íródott, mint ez, akkor egy előre meghatározott koordinátájú négyzethálós lapra kell átírni a betűket. Először rá kell jönnünk a négyzetek koordinátáira, és azután ki kell okoskodnunk, hogy milyen irányba lehet őket összeolvasni. És ez mi? Ezt úgy hívják, hogy kardánrács. Tulajdonképpen egy kód. Rá kell tenni egy levélre, vagy mondjuk egy könyvlapjára, aztán a lyukon látszó betűből összeáll az üzenet. Apropó, tudjuk, hogy mit keresünk? Igen, elásott aranyat. Na ne. Csak viccelsz. Igen, viccelek. Szóval azt mondtad, hogy ezt a... Igen. Azt mondtam, hogy ami itt van egy transzpozíciós kód, amit ha megfejtünk, megtudjuk, hogy mit kezdjünk a ráccsal. És azért gondolom, hogy egy könyvlapját keressük, mert ezen a rácson itt egy oldalszám állhat. És ebből talán kiderül, hogy mit kell kezdenünk a térképpel. Thank you.
Van itt 72 betűnk. Vajon hány derékszögű négyszöget állíthatunk ki belőlük? Próbáljunk először négyszögeket állítani, aztán meglátjuk, mire jutunk. Szóval. Nem tudtam, hogy dohányzol. Hát tulajdonképpen csak azért, hogy a papám beleköthessen valamibe. Mindig azt mondogatja, hogy nem okozok neki semmi gondot. Így legalább okot adok, hogy morgolódjon. Olvasd a betűket, ahogy sorban következnek egymás után. És a sor végén olvasd hozzá a következő elejét. N-O-N-Y-P-T-T-N-G. Ne olyan gyorsan! A, N, L és R. Ez kész. Most jön a neheze. Játszottál már szókirakót? Néhányszor igen. Na hát ez nagyon hasonlít hozzá. Az ugye nyilvánvaló, hogy ez így nem jó. És így sem. D, O, I, R, S, A. Na most ebből a sarokból próbáljuk erre. G, N, F, Frászt, ez már volt egyszer. Nem kérsz valamit? Van söröd? Tulajdonképpen hogy lettél te boxoló? Nem is tudom. Az öregem és az anyám örök kiordítozott egymással, és én inkább lejártam edzésre, hogy ne halljam őket. Aztán megnyertem pár meccset, és azt mondták, a szorgalmas vagyok, szép karriert futhatok be. Aranykesztyűt nyertem. Most meg jön az olimpia. Kereshetek egy kalappénzt. Az olimpián? Nem, utána. Ha bekerülök az olimpiára és jól szerepelek, egy rakás ember fog rögtön megkeresni. Csak egy kicsit még híznom kéne. Középsúlyban kéne indulnom. Ez az én tervem. Sosem félsz tőle, hogy megsérülsz? Hát, nincs sok választásom. És megéri, hogy pénzért kockára tedd az egészséget? Ha üres a zsebed. Nézze! Legkedvesebb szurkolónak Jeff. Mi a fenét keres neki? Hát, mi csak látogatóba jöttünk a bátyámhoz. A bátyámhoz. Mit vartyog itt össze?
Hogy a mi gimmingbe jöttél? Az ilyen körülmények között élő gyerekek magánsuliba járnak. Apám tökéletesen megbízik az állami oktatásban. Azt mondta anyámnak, engedjük ki a lányt a nép közé. Hol van anyukád? Meghalt. 3 éve. Rákban. Sajnálom. Nem tudtam. Van ez így. Túl vagyok rajta. Értem, mire gondolsz. Apám 10 éves koromban lépett le. C'est la vie. G-G-L-E. Ez a Mein Kampf. Az mi? Hitler önéletrajza. Nem volt normális. Úgy gondolta, hogy a zsidók a felelősek a világ összes betegségéért. Hogy az ő vérük alantasabb, mint az árja vagy a germán embereké. Azt tervezte, hogy kiírtja az összes zsidót, és megtisztítja az emberiség vérét. Megjött Hamilton. Szóval, mivel is állunk szemben? Hol tartottunk? Kész is van. Adolf Hitler, Mein Kampf, első angol kiadás, Paternoster kiadó, London. Veled, Derron. Azt hittem edzel. Már rég ágyban lenne a helyed. Magadnál vagy? Ha, mit csöketelsz itt nekem? Neked is már rég döglened kéne. Jó, csak cukkoltalak. Valamit el kellett intéznem, és az húzódott el. Még felugrom egy pillanatra. Te menj aludni. Jó, szevasz. Thank you.
Te mocskos kis patkány! Hogy ismert egy bizonyos Herr Schneidert. Nagyon szeretnénk megtudni, hogy is mondják, milyen mélyen ismerte. Nem ismerek semmiféle Schneidert. Na persze, hogy nem. Viszont mi biztosan tudjuk, hogy ismerte. Fogalmam sincs, miről beszél. Frau Lange és én nagyon nagy távolságot tettünk meg idáig, és biztosíthatom, hogy nem azért, hogy hazugságokat halljunk. Frau Lang rábeszélő képessége kitűnő. Tudjuk, hogy a barátja, mármint néhai barátja, bizonyos csecsebecsék birtokában állt, amit úgy lopott el, mint valami kis áruházi tolvaj. Frau Lang és én azért jöttünk, hogy visszavigyük, ami valójában a harmadik birodalom tulajdona és Isten jogos adománya volt.
Te vagy Kerry? Igen, ki beszél? Jeff vagyok. Jeff, hány óra van? Gőzöm sincs, de segítened kell, nagy bajban vagyok. Ma már jó néhányan meg akartak ölni. Megölni? Emlékszel, amikor viccelődtem az elásott arannyal? Igen. Na hát nem viccelődtem. És tudom, hogy állatságnak hangzik, de igaz. Ismertem egy öreg embert, aki fölöttünk lakott. És mielőtt meghalt, odaadta ezeket a kódokat. Most meg kiderült, hogy valami náci fejes volt, aki feltehetően tudta, hogy hová dugták az aranyat. Rudolf Schneider a barátod volt. Igen. Honnan tudsz róla? Tele volt vele az újság. Ha ezek az emberek tényleg azok, akiknek hiszed őket, akkor inkább a rendőrségre kéne menned. Ezek mindenre képesek. És hagyjam elveszni ezt a rakáskincset, te meghibantál? Nyugi, nyugi. Ki tud még erről az írásról? Csak te meg én. Szerintem ezek a ma esti vendégek. Nem tudják, hogy nálam van. Menj el a rendőrségre. Mesélj el mindent, csak hagyd ki a titkos írást. De más gond is van. Mi az? Hát, mikor ma hazamentem, világosságot láttam az öreg ablakában, úgyhogy felmentem körülnézni. És ott találtam a házmestert leszúrva. Aztán belépett a gondnok, és meglátott véres kézzel. Én meg elrohantam. Félek, hogy most minden rendőr engem keres. Fogalmam sincs, mit csináljak. Honnan beszélsz? Sejtelmem sincs, egy fülkéből. Figyelj, most mindjárt 3 óra. Próbáld meg meghúzni magad valahol, és reggel 9-kor találkozunk a könyvtárban. Aztán majd meglátjuk, mit tehetünk. Jó. Hello, Szívi. Nincs szükséged pártfogásra? Nem, kösz. Most nincs. Innen, de azonnal! Hányszor mondtam, hogy ne ijeszgesd az embereket! Na, hogy telt az éjszakád? Ne ijeszgess! Az olimpia esélyesét gyilkosság miatt körözik. Elnézést. Megmondaná, hol találok egy másolatot erről. A kartotékokban nem szerepel. Igen, itt van. Első kiadás, Paternoster kiadó, 1933. októbere. Itt megvan? Ó, sajnos nincs. Nem hinném, hogy ezt a kiadást megtalálják, legfeljebb egy eldugott antikváriumban. Ez a különleges kiadás csak néhány héttel az amerikai kiadás előtt jelent meg. Mivel megközelítőleg azonos időben adták ki az Egyesült Államokban és Angliában, valószínűleg csak 1-2 példányt hoztak be belőle Amerikába. Van valamilyen ötlete, hogy hol keressük? Én azt tanácsolom, hogy repüljenek át Londonba. Ha személyesen keresik, úgy könnyebb. Köszönjük. Sokat segített. Mehet? A végső megoldás. A nácik megközelítőleg 6 millió zsidót gyilkoltak meg a II. Világháború alatt. Szlávokat, cigányokat és kommunistákat is kiirtottak, de csak a zsidókat ítélték teljes megsemmisítésre. A II. Világháború kezdete előtt a náci párt volt a német antiszemitizmus mozgató ereje. Adolf Hitler, náci vezető, egyre nagyobb hatalomra tett szert, míg végül pártja magához ragadta Németország irányítását.
Amikor a német hadsereg 1939-ben megszállta Lengyelországot, Adolf Hitler azt ígérte a parlament előtt, hogy egyetlen zsidó túlélő sem marad. A háború kitörésének kezdetekkor a zsidókat már kizárták a közéletből. Megtiltották nekik, hogy házasságra lépjenek, vagy szexuális kapcsolatot tartsanak fenn nem zsidó származásúakkal. Arra kényszerítették őket, hogy lemondjanak vagyonukról, bojkottálták, megverték, bebörtönözték és gyakran megölték őket. A lengyel városok zsidó lakosságát gettókba kényszerítették, ahol nyomorúságos körülmények között tengődtek mindaddig, míg tehervagonokba zsúfolva a németországi Auschwitz, Dachau, Buchenwald vagy a lengyel Chemnó vagy Treblinka haláltáboraiba nem szállították őket. Körülbelül egy tizedük rabszolgamunkát végzett, amíg meg nem gyilkolták őket. Fennmaradó hányadukat azonnal kivégezték a zuhanyozóknak álcázott gázkamrákban. Testüket elhamvasztották, miután aranyfogaikat, ruháikat és javaikat a német háborús célok elérésének finanszírozására eltulajdonították. 1944 végére a végső megoldás elnevezésű terv végrehajtásával megbízott vezető Adolf Eichmann jelentést tett Heinrich Himmler SS főnöknek arról, hogy 6 millió zsidót likvidáltak. Auschwitzban, a legrettegettebb haláltáborban szadista orvosok, mint például a megszállott Josef Mengele, aki a halál angyala néven vált hírhetté, embereken folytattak kísérletet. Ez ő! Ez Lang! Ő az, akiről meséltem! Az auschwitzi horror egyik megtestesítője egy vékony 17 éves albino lány, Ilse Lang volt. Langot maga Josef Mengele mentette meg a likvidálástól. Megengedte neki, hogy ölepként kövesse őt a tábor területén, sőt, személyes asszisztensének tette. Lang szabályszerű kiképzésének hiányát bőségesen ellensúlyozta hihetetlen gonoszsága. Mosolyogva asszisztált Mengele fájdalmas bőrátültetéseinél és szolgálataiért gyakran megkapta az orvos haldokló pácienseit. Ezek testét élvezettel gyötörte, újonnan kieszelt technikáival egészen az áldozatok halálának pillanatáig. Maguknak kicsodák? A nevünk valószínűleg semmit nem jelentene önnek, de a névjegyünk annál többet árul el rólunk. Jöjjenek be! Most mit csináljunk? Van útleveled? Pár éve kaptam egyet, mert meccsem volt Mexikóban. Hát... A könyvtáros szerint hónapokig tarthat. Még itt ráakadunk. Ron! Jeff! Gyere! Öreg, nagy szarban vagyok. Mintha nem tudnám. Tényleg kinyírtam? Ne baromkodj! Rossz időben rossz helyen voltam. Már nem élt, amikor rátaláltam. Figyelj, ki kéne hozni az útlevelem az edző irodájából. Te köcsög, most mostam fel! Jézus Mária, Deron, egy halott gyilkos van a nyomomban. Valószínűleg túléled, ha összejárod a frissen mosott padlót. Jól van, jól van.
Hova utazol? Jobb, ha nem tudod. Ó, jut eszembe, néhányan érdeklődtek ma délelőtt utánad. Nem zsaruk voltak. Valami vén kiszáradt muksó és egy fehérhajú spinkó, valami albínó. Mi? Mondom, 10 körül jöttek és beszéltek az edzővel. Hagytak üzenetet is. Mr. Connor, szeretnék önnel újra találkozni. Benjamin Foster barátja mostanság a társaságunkat élvezi, és biztosan ő is értékelné, ha újra láthatná önt. Hívjon minket az 555-7101-es számon. Jézusom, Benjamin. Elkapták Benjit. Mi? Bementem az útlevelemért, és a cuccomért. Ezt hagyták ott nekem. Az Istenit! Most mit csináljak? Szólunk a rendőrségnek. Lehetetlen! Gyilkosság gyanújával köröznek, nem érted? Mindenki tudja, hogy utáltam az ürgét. Nincs esélyem. Biztos, hogy ez az egyetlen okod? Mire célozgatsz? Azt hiszed, a pénzre hajtak, ugye? Megfordult a fejemben. Hát te könnyen beszélsz. Nézd csak körül. Valószínűleg én is így gondolkodnék, ha én is ilyen körülmények között élnék. Most miért ordítozol velem? Az apámnak majdnem az életébe került, hogy ide jusson, és ő aztán megérdemli, amit összeszedett. Tenned kell valamit a barátodért, mert miattad került oda, ahol épp van. Tudom. Mit akar? Nagyszerű, nagyszerű. Bizonyára meg tudunk egyezni. Hol van Benji? Mr. Foster biztonságban van. Előzetes kérdezősködéseinkre adott válaszaiból kitűnik, hogy nem tud semmit, ami minket érdekel. Miből gondolták, hogy tud valamiről? Úgy tudjuk, hogy önök ketten igen jó barátok. Mit akarnak? Várjon egy órát, aztán újra hívja fel ezt a számot. Akkor majd utasítást kap, hogy mit kell tennie. És ha kérhetném, ne törje trükkökön a fejét. A barátja élete, hogy is mondjam, az ön kezében van. Mennyi az idő? Még 10 perc. Thank you.
Mr. Connors. Elnézést kell kérnem a furcsa belépőnkért, de figyelembe véve az előző találkozásunkat gondoltam, hogy is mondjam, kontrolláljuk az eseményeket. Adja, Frau Lang. Később még bőven lesz erre alkalma. Hol van Benji? Karl? Úgy tűnik, semmit nem tud. Egyetlen lehetőséget sem hagytunk ki. Így is túl sok időt vesztegettünk. Túl sok tisztázatlan vér csörged ez az emberiség ereiben. Elmebeteg barmok! Majd meglátjuk, ki az elmebeteg! Bízom benne, hogy Frau Lang szakértelme majd kideríti, hogy mit is tud a barátja. Thank you.
Kérlek, ne! Ne! Honnan tudhatták, hogy hol vagyunk? Ah, az Isten itt! Mi folyik itt? Mutasd! Hadd nézzem a kezed! Jézus! Csúnyán elvágtad! Mi a fasz tanultak maguk az akadémián? Fogd a cuccot! Gyorsan! Bingo. Add a hitelkártyádat. Úgy tűnik, nem először csinálsz ilyet. Figyelj!
A 8. vannak. Méghozzá a délkeleti oldalon. Pontosan itt. Szolgálatos tiszt vagyok. Mi a fedőneve? Vége. Fedőnév Vörösbegy. Az üzenet a következő. Hansel és Gretel elrepültek. Ismétlem, Hansel és Gretel elrepültek. Várjuk a támaszpont utasítását. Értettem, Vörösbegy. Később jelentkezünk. Vége. Jézusom, ez a CIA. Hamilton. Jó estét, Herr Hamilton. Most értesítettek a baklövésről. Remélem lesz még alkalom arra, hogy is mondjam, a szarvánál ragadja meg a békát. Azért, mert maga elügyetlenkedett bizonyos dolgokat. Ne engem hibáztasson. Mr. Hamilton titkárnője vagyok. Mr. Hamilton küldött, hogy az autója csomagtartójából vigyek fel néhány iratot. Az autó bérelt, és nem kérdezte meg a rendszámát. Nem nézne utána? Azt hiszem, segíthetek. Hamilton. Jó estét, Herr Hamilton. Most értesültem a baklövéséről. Ki beszél? Herr Hamilton, most meg kéne sértődnöm. Minden tud rólam, de a hangom nem ismeri fel. A Hansel név ismerősen, Jack? Hogy lehet, ne törje a fejét, Jack. Figyeljen, mert nem ismétlem meg. Találkozunk a Trade Center megfigyelőpultjánál 25 perc múlva. Van az ön számára néhány érdekes információ. Változott a terv, öregem. Menjünk. Gyerünk! Jó. És most tudni akarom, hogy mi az Isten folyik itt! Jó van! Csak nem azoknak dolgozik, azt hittem az ellenségeink voltak. Azt hiszed, hogy segítek nekik? Tudni akarom! Téged kellett megfigyelés alatt tartanom. Miért? Mióta dolgozik közösen a CIA a hentesekkel? Nyugodj meg, megmagyarázom! Nyugodjak meg! Ezt mondaná a barátomnak Benchinek is! A Fritz haverjai kikészítették! Beszéljen!
de ne próbáljon átverni. Ez egy hosszú történet. Van időnk. Közvetlenül a második világháború vége előtt Hitler titkos szolgálatának vezetője, a neve Gehlen, belátta, hogy elvesztették a háborút. Mindannyian tudtuk, hogy csak idő kérdése, hogy az amerikaiak és az oroszok összekülönböznek az európai hatalomért. A lényeg az, hogy ez a Gehlen megegyezett velünk. Mivel Amerika és az oroszok szövetségesek voltak, és tudta, hogy nem működtethetjük a titkosszolgálatunkat az oroszok vonalai mögött. És felajánlotta, hogy ellát minket az oroszokat érintő összes információjukkal, hogy cserébe tisztára mossuk a szennyesüket a háború végén. Új személyazonosság, készpénz, útlevelek. Tudták, hogy nem viszik el szárazon, ha kitudódnak a dolgok a táborokról. Csak felhasználtuk őket. A katonai elhárítás, a kém elhárítás, a cég, vagy ők, vagy a vörösök. A két lehetséges rossz közül ők voltak a jobbak. Két rossz közül a jobb. Remek. És hogy megöltek 6-7 millió embert, mert egy elmebetegnek nem tetszett a vallásuk. Taktikai megfontolásból cselekedtünk, nekünk így volt a legjobb. Mintha csak sakkozna. Csak hogy ellenünk fordult a dolog. Miután már nem volt szükségünk a nácik segítségére, már nem tehettünk semmit ellenük, késő volt. Tudták, ha az amerikai nép tudomására jut, ha az amerikai emberek megtudják, hogy tömeggyilkosoknak segítkeztünk, akkor nekünk végünk. Szóval, amikor kipattant ez az elveszett kincs dolog, utasítást kaptunk felülről, hogy tartsuk szemmel a fejleményeket. Valahogy arra a következtetése jutottak, hogy te esetleg tudsz valamit. Igaz ez, kölyök? Ha az is lenne, gondolja. Megmondanám. Hánynom kell maguktól. Csak parancsot teljesítettünk. Ezt mondták ők is. Parancsot teljesítettek. Apropó, nem vagyok gyilkos, erről kérdezze a cimboráit. Mindenről tudunk. Néha elszállt egy kicsit aló Günterrel és az embereivel. De maguk nem tettek semmit, ugye? Városi hatáskörbe tartozó ügyekkel mi nem foglalkozunk. És még arról beszél, hogy a két rossz közül melyik a jobb. Milyen kár, hogy erről a nagyszüleimet nem kérdezheti meg maga, disznó. Sosem kerültek vissza Auschwitzból. Jó kis társaságba keveredtél, mi? Te szemét! Retúrjegyet kérek a 167-es londoni járatra. És az első osztályra kérem. Köszönöm. Okay. 43-os kapu 20 perc múlva.
meséltél a nagyszüleidről. Nem tudtam, hogy zsidó vagy. Tulajdonképpen csak származásomat tekintve vagyok az. Mi már nem gyakoroljuk a vallásunkat. Gyerekkoromban inkább a birodalomról és a gettókról meséltek. Tudod, a szüleim túlélték a haláltábort. Az úgy volt, hogy Auschwitz felszabadítása után apám nem foglalkozott többé a hitével. Azt mondta, nem létezik olyan Isten, aki ezt a szörnyűséget jóvá hagyta volna. Mindketten elvesztették az egész családjukat. Egyszerre több generációt. Emlékszem, körülbelül 10 éves lehettem. Apám leültetett a tűz mellé. Sokat ivott. Szinte most is érzem leheletének édeskés brandy illatát. Elmesélte, hogyan gyűjtötték össze és terelték be őket egy teherautóba, amiről aztán tehervagonra szálltak. Úgy utaztak, mint a Szardiniák, élelem és víz nélkül 3 vagy 4 napig, és mikor a vagonok ajtaját kinyitották, az utasok fele már halott volt, de még akkor is álltak. Leszállították őket, és sorba kellett állniuk. És jöttek az őrök. Korbácsokkal és kutyákkal. És megparancsolták, hogy mindenki vetközzön le. A nagyanyám, aki az apám húgát tartotta a kezében, nem volt hajlandó. Az egyik őr előhúzta a pisztolyát, és lelőtte. Mindkettőjüket, előbb a gyereket, aztán az anyját. És mindezt az apám szeme láttára. És most kiderül, hogy a mi szép szabad Amerikánknak is köze van a dologhoz. Sajnálom. Megértelek. Mesélj tovább. Második világháborús rekvizítumok adásvétele. Üdvözlöm Önöket! Miben segíthetek? Úgy tűnik semmiben. Abban biztunk, hogy könyveket is tart. Jobban szeretek magukkal a tárgyakkal foglalkozni, mint a róluk írt könyvekkel, mert utálom az írók magamutogatását. Volt ugyan néhány kötetem, de az elmúlt héten a Történelmi Múzeumnak adományoztam őket. De lehet, hogy segíthetek. Tulajdonképpen mit keresnek? A Mein Kampf Paternosteri kiadását. Thank you.
már. Ausztria. Bregenz belátogat, nézze meg az Arndt kastélyt. Tehát itt a tó. Itt vagyunk mi. De ez mi lehet? És mit jelent ez a Hans Klein? Ki a fene lehet ez a Hans Klein? Jézusom, gyere lépjünk le! Thank you.
nem lehet, hogy... Hogy talán itt... Vigyázz! Bingo! Add az önnyújtódat! Jézusom. Ez a tó nyúlványa lehet. Mit gondolsz, ez honnan származik? Valószínűleg már nem volt idejük beolvasztani. Jeff, az életben semmit sem adnak ingyen. Ehhez a kis aranybányához töménytelen ember szenvedésére és megkínzására volt szükség.
Egy emberi faj üldözésére, és miért? Ezért? Nem gondolod, hogy ezért túlzás ilyen árat fizetni? Ahova ti mentek, ott nem kell fizetni semmiért. Ez meg ki? Ne légy kíváncsi, Szívi. Hey, cowboy, meglep, hogy itt látsz. Nem gondoltad, hogy ennyi eszem van. Úgy tűnik, eredményes volt az én kis felderítő munkám. Mikor megjelentek a szimatoló fritzek, gondoltam, van valami alapja a kincs históriának. Pénzét tettem a biztosításomat, és mindent egy lóra tettem fel. Roland, nézd! Milliók hevernek itt, osztozhatunk rajta! Te nem érted a lényeget, Connors! Ki nem állhatlak? Mondhatni, utállak. Évek óta szálka vagy a szememben. Ki a lófasz mondta, hogy osztozkodni akarok veled? Elérkezett az idő. Köszönet a mindenhatónak mindörökké. Minden, amit csodálunk ezen a földön. A tudomány, a művészet, a technikai eszközök, találmányok, mind egyetlen faj kreativitásának terméke. Az emberiség kulturális fejlődése... Der Herrenvolk, az árjafaj. Minden kultúra az ő létezésétől függ. Ha megsemmisítik, magával viszi a világ összes szépségét. A sírba, a vérkeveredés és a faj tisztaságának a semmi bevétele. Ez az egyetlen oka az ősi civilizáció eltűnésének. Nem az elveszett háborúk semmisítik meg az emberiséget, hanem az, hogy figyelmen kívül hagyják, hogy mennyire tiszta a faj vére. A zsidók mindig új táptalajt keresnek. Megfertőzik az életet jelentő tiszta vért. Így támadnak a világra. A zsidók. Mindig a zsidók! Ályog van a szemeden. Ha nem állítjuk meg a zsidókat, ha leigázzák a világ nemzeteit, uralomra lépésük az emberiség temetésének kezdete lesz. Menj! Menj!
védjem magam a zsidókkal szemben. Isten akaratából mindenre kész vagyok. A mindenható atya akaratát védelmezem ezzel utolsó leheletemig. És föláldozom a testemet is. Írta és rendezte Don Gronquist. Fényképezte Rick Callis. Zene John Newton. Magyar hangok. Bartóc Attila, Makai Andrea, Galkó Balázs, Kis Gábor, Kálid Artúr, Ádám Tamás, Szokol Péter, Kis László, Rosta Sándor, Szatmári György, Németi Mari, Palóci Frigyes, Galbenis Tamasz, Barbinek Péter, Breyer László, Ulá Orsolya. Hangmérnök Levacsics Péter, gyártásvezető Hingl Péter. A magyar szöveget írta és a szinkront rendezte Berzsenyi Zoltán. A szinkront a Flamex megbízásából a cég készítette a Szinkron Stúdióban.